Rendszerváltozás egyik legfontosabb mindannyiunk számára, mind mai napig átélhető értéke a szabadság. Ezért a kormány nevében azt tudom önöknek mondani, hogy ehhez az értékhez a következő években és évtizedekben is, mint kormánypárti politikusok ragaszkodni fogunk, és ezt kiemelten fontosnak tartjuk. Azt gondoljuk, hogy a kivívott, kivívott jogokat, a szabadság megélésének azt a formáját is, hogy egyébként a véleményüket az állampolgárok akár az utcán, akár a köztereken szabadon összegyűlve kifejthetik, elmondhatják, ezt meg kell őrizni. Éppen ezért a kormány egyáltalán nem gondolkodik a gyülekezési törvény módosításában, különösen nem gondolkodik a gyülekezési törvény, illetve a gyülekezési jognak a szűkítésében. Arról kell önöket tájékoztatnom, hogy az elmúlt hetekben, illetve a kérdés napirendre kerülése óta, sőt azt megelőzően sem, ilyen irányú előterjesztés a kormány részéről nem készült.